ilyen kiszolgálatosan. A Közbiztonsági Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság három nagy területén számos feladatot végez. Többek között elbírálja a szociális támogatásokat, kialakítja a települési közbiztonsági feladattervet, miközben támogatja a polgárőrség munkáját. Hozzávetőlegesen ugyanaz a, nem változott az állami normatív támogatás összege, és így nagyjából ugyanabból az összegből lehet gazdálkodni. Borics László bizottsági elnök a költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy bizottsága a megszabott szociális normatívák egy része felett dönthet, mely csak minimális mértékben változott a tavalyi költségvetéshez képest. Összességében idén a szociális feladatok ellátására majdnem 72 millió forintot költhetnek Jászapátin. A bizottság pedig két nagyobb tételben, a roma nemzetiségi önkormányzat 600 ezer forintos és a városi polgárőrség 700 ezer forintos kérelmében hozott támogatói döntést. A bizottságunknak csak döntési hatásköre van ezekben a pénzügyi kérdésekben, tehát a állam által finanszírozott forrást tudjuk mi osztani, illetve a kötelező feladatellátás, ugye, ami van, azon túlmenően tudjuk a saját kis bizottsági támogatási összegeinket meghatározni. Tehát, mint ahogy mondtad is, azt gondolom, hogy mind a három terület elég fontos, különösen Jászapátit érintve, akár a szociális, akár a közbiztonság, akár a nemzetiségügyi kérdés. Én azt gondolom, hogy a szociális szférát, a szociális helyzetet egy kicsikét jobban kiemeltük most ebben az évben, és szerintem nagy szükség van erre a települési támogatásra, ezt mutatják a hónapról hónapra tartandó bizottsági üléseinkre érkező kérelmek is. 8/1-es számú melléklet. Az elnök értékelése szerint túlzás bőkezűnek titulálni ezt a költségvetést. Az látszik, hogy a város intézményeinek működési alapfeltételei biztosítottak, de több nem jut. A bőkező az kicsit túlzás, de mindenképpen el kell azt mondani, hogy ebben a költségvetésben sokkal több jutott a civil szervezetek támogatására, úgy a városban működő civil szervezetek támogatása, ami abszolút pozitív, van értékelendő. És azt gondolom, hogy a város intézményének a működtetése is biztosított. Boris László elmondta, hogy érdemes lenne a kiemelkedő munkát végző rendőrök önkormányzati jutalmazását folytatni, illetve kihagyhatatlan pozitívum, hogy sokkal több támogatásban részesültek a városi civil szervezetek, ami munkájuk megbecsülését is jelenti. Plusz járőrözést tudja.